Az üzletben nincs barátság, de bizalom nélkül nincs üzlet, mondta Feldman Zsolt a 36. bábolnai gazdanapok megnyitó ünnepségén. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerint a bizalmi tőke újraépítése az egyik legfontosabb feladat a magyar agráriumban. Az agrártárca pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy elhárítsák az új támogatási rendszerben tapasztalt anomáliákat, és az államkincstár működése összhangba kerüljön a gazdák érdekeivel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a talpon maradáshoz a gazdálkodóknak is alkalmazkodniuk kell. Az elmúlt két év szántófű növénytermesztés számára rendkívül szokatlan időszak volt. Ha visszatekintünk a korábbi 10 évre, amelyet mondhatom nyugodtan azt, hogy egy békés fejlődés jellemzett, relatív piaci stabilitással, ez megborult az elmúlt időszakban, mind a költségek, mind az értékesítés oldaláról. Most ebben a helyzetben vagyunk, amely minden piaci szereplőt, minden termelőt rendkívüli módon feszélyez, rendkívüli módon komoly gondokat okoz számára. Azzal kell számolnunk egyik oldalon, hogy azért nem kell a szántófű növénytermesztés végúráiról beszélni, hiszen azért látjuk azt, hogy végül a mostani piaci helyzetben is sok termelő nullásra tud futni. Látjuk azt, hogy azért működik a gépvásárlás, tehát 90 milliárdot elköltöttek a gazdálkodók az első negyedében is technológiára, de reálisan kell azt is látni a másik oldalon, hogy nagyon sok termelő alapvetően mínuszos lesz nagyon sok szántóföldi kultúrában. Mi éppen ezért annak érdekében, hogy ezt az ukrán importgabona miatti helyzetet próbáljuk kezelni, nagyon fontos, hogy Európai Uniós szinten nagyon erősen lobbizunk a szövetséges kelet-európai országokkal együtt ennek az importtilalomnak a meghosszabbítása iránt. Ha nem jön össze, akkor hajlandók vagyunk ezt nemzeti jogalapon is ismételten megtenni a piaci helyzet okán. Másik oldalon pedig azt ajánljuk fel a magyar gazdálkodók számára, hogy mivel azért valamilyen formában a következő években az ukrán terménnyel az európai piacon, nem csak a magyar piacon, az egész európai piacon számolni kell, több 10 millió tonna terményt vettek nyugat-európai és dél-európai piaci szereplők, ezért biztos, hogy agrárpolitikai szemmel is és gazdálkodói szemmel is valamilyen változtatást ehhez hozzá kell tenni. Ez lehet vetésszerkezetben, hatékonyságnövelésben, értékesítésben vagy közös beszerzésben, teljesen mindegy, de nem ugyanaz a piaci helyzet, mint 10 éves. Ez sem a kormányzat, sem a kamra, sem más nem tudja így helyből megváltoztatni, ezért mi abban ajánljuk fel a kormányzat segítségét minden gazdálkodónak, hogy szakmai tanáccsal, technológiai támogatással, de próbálunk abban segíteni, hogy tudjon alkalmazkodni és talpon tudjon maradni a következő években is. A bábolnai gazdanapok 36 éve alatt mindig is dübörögtek a gépek, vagyis munka közben lehetett megnézni az erő- és munkagép kapcsolatokat. Idén sincs ez másként, hisz most a legkorszerűbb, precíziós gazdálkodásra alkalmas vetőgépek kínálata került a tarlóra. Ugye a gépkapcsolatoknál, a vetőgépeknél a legújabb izobuszos soronkénti szakaszolású vetőgépeket hozták el a gépgyártók. Ugye ez mind megfelel a mai kor technológiájának, ugye ezzel vetőmagot és időt tudunk megspórolni. Kombinált vetőgépekről beszélünk, amivel a folyékony műtrágyától a szilárd műtrágyán keresztül van lehetőségünk tápanyagot kijuttatni. Ugye ez is időt takarítunk meg, mert ugye vetésre egy menetben több munkaműveletet tudunk egyszerre végezni. És ugye még tárcsasor is van a egynemelyik vetőgépen, tehát direktbe is tudunk a tarlóba vetést végezni, ugye ezzel is szintén időt és energiát tudunk megtakarítani. Ezek a gépek dübörögnek hát a bábolnai gazdanapokon, ahol ki lehet választani, mire is fog majd költeni a gazda, elvégre a gazdasági környezet nem marad mindig így.